Jó napot kívánok, kedves nézőinknek! A Szivárvány TV legfrissebb adását látják. Kovács János vagyok. Október 7-én kirándulást szerveztünk Pörbőre. Autóbusszal utaztunk, sok alsó tagozatosnak már az utazás is nagy élményt jelentett. A java azonban még hátra volt. Az ökoturisztikai központban kiválóan szervezett programokkal vártak minket. Többek közt megtekintettük a néprajzi kiállítást, erdei kisvasúttal jöttünk el Lassiba a halászati kiállítás helyszínére. Almával gondoskodtunk a vadasparkban élő szarvasok és vaddisznók vitaminpótlására. Tudósítónk ott járt a helyszínen. Jó napot kívánok Önök itt a Szivárvány TV társadalmi élőben. Éppen most a kirándulás felé indulunk Pörbőre. Nagyon jó lesz. Néztük már a kiállítást, nagyon szép, nagyon jó volt, úgyhogy most menjünk éppen megnézni most az állatokat. Kíváncsian várjuk már, hogy hogy néznek ki. Itt vagyunk most a szarvasoknál, nagyon jól néznek ki. Most kaptak egy almát. Kettőt kaptak már. Én dobtam be. Nézze! Napot kívánok! Kisvasutazunk! Nagyon jól érzem magam, azt hiszem a többiek is, Katalin itt törje a fejét. Mindjárt ti élet is megtömi. Csenge is úgy látszik. Edzi, Katalin, nem? Hát, nagyon szép a kilátás, erdőben vagyunk. Te mit szólsz hozzá mindez? Hát, nekem ez nagyon jó. Friss levegőre, természet vagyunk. Nagyon jó, elkezdtük a kisvonattal, most már játszott érezzünk. Mindenki jól érzi magát, és esztek, valamit már esztek, valamit már játszanak, ott föl, már levegtől, már ökörködik. Na már nem vagyunk a régi vagomba, mellett fölöttem kókháló van, Hát most éppen ma hazafele tartunk. A buszon most már szexárdal lesz, nem sokára, kellemesen elfáradtunk. Sok mindent csináltunk, úgyhogy nagyon jó volt. Összegezve egy szép és hasznos napot töltöttünk együtt az iskola alatt kívül. Az elmaradt matek órát ezért sajnáljuk, Jósti bácsi. Végezetül az időjárásról. Napközben kevés csapadék várható, később a nap kisüthet. Akár esik, akár süt, a Szivárvára mindig számíthatunk. Tadám!